Nagyon nehéz mérkőzés volt, jó csapat a Mezőköves, de hát sikerült őket felülmúlni, és nagyon boldogok vagyunk, hogy győztesen hagytuk el a pályát. A Paks elleni vereség után mennyire volt bennetek extra motiváció, hogy itt bizonyítsatok? Hát mindenki plusz motivációval léptünk a pályára, hiszen nem úgy sikerült a szezon kezdete, hogy ezt mi akartuk. Elég keményen dolgoztunk a felkészülés alatt, sajnos az első meccs nem úgy alakult, most megmutattuk, hogy mire képes ez a csapat, és tényleg nagyon boldogok vagyunk. Mit jelent számodra az, hogy megszerezted az első NB1-es találatodat, ráadásul utána győztes gólpasszal járultál hozzá a győzelemhez? Hát nehéz erről beszélni, keresem még a szavakat. Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy édesapámnak szeretnék üzenni, aki ma 50 éves, szóval Isten étessen fater. És még annyit, hogy mindig szívott, úgymond, mert ő 3 gólt rúgott az NB1-be. Hát közeledek felé, szóval remeket.